Képzeljétek el, most itt lehet, hogy eljátszom, de mondjuk rendezőként már eljátszottam egy párszor, és itt mondtam azt, hogy tanítottam meg már lányokat szopni. Hogy képzeljétek el azt, amikor a csaj így fölnéz a hapsira, és nem nyúl hozzá, és csak néz a szemébe, és ott térden előtte, és mosolyog, huncutol, a hapsinak meredezik a farka, és... Ma a YouTube-on rábukkantam Kovi videoblogjára. Kovi érdekes benfentes történetekkel és kulisszatitkok megosztásával is szórakoztat bennünket. Még ott állt a limuzin, és megnéztük a jelenetet, kiderült, hogy rosszul vettük fel az élvezést. Teljesen életlen volt, az operatőröm valahogy elszúrt a napsi, mert szétdurran, és már azt alig várja, hogy csinálj már valamit, drágám. Lehet, hogy kicsit ez most hosszú lesz ez a bejegyzés, de mindegy, remélem élvezitek. Élveztek engem, mármint így képileg. Igazából azt gondoltam, hogy ha valaki ebben a szakmában dolgozik, akkor úgy két nap után megunja ezeket a kétértelmű olcsó poénokat, de úgy néz ki, hogy Covid-nál ez még 25 év után sem következett be. Mi a véleményem Aletta Oceanről? Megmondom őszintén, hogy a mély benyomást nem ter... Igen. Kőkemény tapasztalataim vannak ezek, na tessék, kőkemény, megint kis huncut szó. Szóval, hogy úgy tanítottam meg, hát nagyon sok lány az, például meg kellett neki mutatni azt, hogy ha így csinálod, most bocsánat, hogy ezt így csinálom, higgyetek el, hogy nem szoktam, de a tapasztalat, a képi tapasztalat mondatja el, tehát ha így csináljátok, hogy lányoknak szól ez elsősorban, hogy néz ki? Teljesen ciki, de ha azt látom én, és ezt érzi a srác, meg ezt látja a közönség, de főleg a srác ezt érzi, hogy az olyan, aki rátapad, és szépen körbeöleli a makkot, és szépen rátapad, és itt éri el a szívóhatást. Én ennek a durva formájától félek. Hát Bernadett, amikor odament a srácokhoz, akkor a következőt sutyorogta a fülükbe, basszét a számat, már bocsánat a kifejezésért. A kurva anyátokba. Már bocsánat a kifejezésért. És például a japánoknak például kisebb hamar el is élveznek, viszont négerekkel tényleg nem nagyon szerettek forgatni. Ez veszélyes, ez felháborító. Minden epizód elején körülbelül 5 perc annak van számva, hogy Kovi kétségbe esetem védi a felső-közép kategóriás olasz autóját, mert ebben mindjárt kettő is van neki. Többen írták gúnyosan, hogy milyen régi autód van, mert ez az autó egy felső-közép kategóriás autó. Felső-közép kategóriás autó, sőt inkább azt mondhatom, hogy felső kategóriás autó. Itt egyébként menet közben is láthatjuk a felső-közép kategóriás olasz autót. Picit furán himbálózik benne a Kovi. Tényleg abszolút. Minden megvan benne, meg kényelmes is. Az az autó engem kiszolgált. Emlékszem, mikor hazahoztak vele a kórházból. És hát ebbe az autóban szerint nekem minden megvan. Beindítom. Ötre indul. Csúnya hangja van. Úgyhogy ez egy jó kis autó. Egyébként is szoktam mondani, kétféle farok van. Van a húsfarok, meg van a vérfarok. Szoktam is így mondogatni anyámnak ebéd közben, mikor így szóba jön. Mert Kovi elmeséli, hogy amikor azt látta, hogy az újonc férfi szereplők nem tudnak teljesíteni a stressz miatt, bölcsen kivonult a szobából a stábbal, majd később visszamentek, amikor már látták, hogy működik a dolog. Na figyelj, menjünk be! Beóvakodtunk, besunyogtuk, szépen óvatosan felkapcsoltuk a lámpákat. Bekiabáltam, hogy látod, megy ez! Ugye milyen tök jó? Na hát ezt rohadtul nem kellett volna, mert abban a pillanatban kész volt a srác, nem is tudtunk vele forgatni. Látod, megy ez! Ugye milyen tök jó? Jack! Jack! Aztán pedig ugye a fontos kérdés. Ki is világosítsa föl a fiatalokat? Az iskola. Hogy az iskolába tanítják, abból nem lesz semmi. A szülő, esetleg én. Hum. Udvarolni kell, kedvesnek kell lenni, beszélgetni kell. Nekem gyakorlatom van ezzel kapcsolatban, és ez nem elméleti. A gyakorlatnak is több formája van, tehát van az elméleti gyakorlat, meg a gyakorlati gyakorlat. És hát, ha kell, akkor tényleg elmegyek iskolákba, ha hívtok. Egy picit megpuszilja a makkot, a végét, egy picit a nyelvével körbe-körbe játszik vele. Azt hiszem, többé már nem számított gyereknek.